Na jó estét mindenkinek ismételten, szóval ugye itt tartottam, hogy szerintem én fogom magamat és megyek kifele, jó? És próbálok nem úgy kinézni, mint egy karácsonyfa. Szevasz! Alapvetően egészen jól látok egyébként még az izével is. Jó, jelenleg úgy néz ki, nincs itt semmi. Itt ez micsoda? Valami ott szimpatikus nekem, nézzük meg. Rájöttem egyébként, hogy itt ugyanúgy működnek a dolgok, hogy tudja, hogy lesz benne valami. Aha, van is, úgyhogy már ki is térünk rögtön. Hát akkor látnám, szevasz! A pénisz arcadat te! Dögöljél meg, na. Na, tehát rájöttem, hogy alapvetően pontosan ugyanaz a mechanika, hogy én kivilágítva itt állok, mint a kötelező volna, és mindenki lát engem, jó? Tehát ez annyira nem pasza. És sajnálatos módon egyébként, ugye nem egy mentésnél fejeztem be az előző részt, hanem ugye valahol itt a kellős közepén, és totálisan újra kellett kezdenem a mentéstől, szóval most kicsikét jobban állok, jó? Tehát ennyi változást láthattuk. Ott egy pénisz. Hátulról sokkal hatékonyabb egyébként lecsapni őket. Valaki még van itt? Látlak ám, vagy nem látlak? Valamelyik a kettő közül. Szevasz! Na, egészen csend lett. Kiváló. Jó. Nem tudom, hogy itt van-e még valami egyáltalán. Rohadékok vannak, azok vannak, bassza meg. Ott is van még egy. Nem tudom, hogy erre fele kell még jönnöm, úgyhogy... Inkább lecsopom az a biztos, jó? Ez az. Sokkal csendesebb. Elvégre ugye csendes hegy. Csendes hegy, jó? Maradjunk abban. Csendes. Nyugodt. Kellemes. Hú, bassza meg gyerekek, hogy... Milyen szinten istentelen para ez az egész, azt elmondani nem tudom, és egyébként hallottam jó véleményeket, hogy ennél még sok parább lesz. Na, itt alapvetően egészen jól látok mindent. Jó, nincs itt semmi, szóval jelenleg még jó vagyok. Tudja, hogy valami a nyakamba fog ugrani, jó? Tehát tudja, hogy valami a nyakamba fog ugrani. Itt van egy medence, ami egy tök jó dolog. Az ott egy... Aha, egészségügyi feltöltés, jó? Semmi nincs benne, persze nincs benne semmi az égvilágon. Nem tudok mit csinálni, vagy nem értem a dolgot. Térképen nem jelölt meg semmit esetleg? Pool. Valami ott van, de nem tudom, hogy mi és miért. Doktor Pool. Na csezd meg! Valami már szüttyögött. Vagy idekint. Azt se tudom, hol az isteni lába vagyok, szóval jelenleg... Shower room. Aha, itt még ki kell jönnöm. Valami még itt is volt, ha jól hallottam. Szevasz! Pazd meg, de gyors vagy! Miért tud ilyen gyorsan visszaütni? Miért tud ilyen gyorsan visszaütni ez a rohadék? Az Isten verje meg! Az Isten verje meg! Oké. Okay. Nagyon durva! Nagyon durva! Tehát ilyen kis apró fiszfaszok miatt kell folyamatos jelleggel használnom az élettöltőimet. Ez nem király. Ez nem király. Ez nagyon nem király. Remélem itt is lesztek még 81 egy ilyen szűk helyen. Nem. Ez micsoda? Ó, oh, király! Tudok menni horgászni! Tudok menni horgászni, igen. Szóval combine ezt ezzel. Úgy, négy, tökéletes. Akkor már csak azt kell megtudnom, hogy pontosan most hol helyezkedek el. Hogyha én itt most kimegyek, az a day room, az kell nekem? Nem. Pharmacy, csak azt nem nyitottam ki, mert kis izé voltam, szóval... Ja, akkor marad az. Itt kijövök és rögtön jobbra az első. Remélem nem lesz ott senki. Ja, csend van. Oké. Okay. Szóval itt voltam, ja, itt voltam, és itt jöttem át.
és itt fogok tudni majd horgászni, kiváló. Ja, itt néztem be, igazából nem nyitottam ki azt az ajtót, szóval kellene. Gyerünk! Na, mi van itt? Valami. Na, kaptam valamit. Maintenance key. Nem tudom, hogy hova való, de biztosan így van. Illetve most ugye elvileg a nővérke szobát is ki fogom tudni nyitni a következő emeleten. Ha igaz. Pool pump, oké, tehát akkor egy pumpa van. Ezen túl vagyok. Ott le van zárva minden az égvilágon, szóval akkor... Ja, itt el tudok menni jobbra akkor, az a legegyszerűbb. Nyisd már ki! Köszönjük, Jámes! Csak ugye errefele nem jöttem még. Ez egyetlen ajtó? Vagy... Hol vagyok most? Nem, totálisan nem arra. Ha elvileg itt befordulok, akkor... Hallottam valami rohadékot, de hol? Hol kapfogsz a szemét? Gyere ide! Anya kinyert neki. Hol vagy már? Nincs erre időm. Mi vagy? Szevasz, nővérke! Bazd meg! Bufa! Még egyet! Gazba! Ne! Még simán csaptak hármat is egyébként egyszerre, szóval annyira nem... Bassza meg! Fuck! Mi az Isten van már ott már megint? Valami ott nagyon szenved. Fuck, oké. Ja. Elvileg errefele még el tudok jönni, ha igaz. Jó, legyünk kicsit agresszívabbak, bajabból nem lehet, ugye? Ugye? Hogy próbáljuk meg úgy, hogy... Nem tudom, hogy ti mennyit láttok, én nem sokat. Valamit még hallok, de nem tudom, hogy hol. Itt van valami? Tudsz, az van. Meg valami rohadék is, ha igaz. Ott is van, szevasz. Nővérke drága, tessék idejönni. Bazd meg! Ilyet én is tudok, te mocskos tetvedék. Jól van. Na, az tudsz. Mi van ideírva, azt mondja, hogy a falakban van mélyen a penész eltávolító egy ideig eltünteti, de aztán ugyanazokon a helyeken megint megjelenik. Oda kell mennünk, össze kell törnünk, kell, ki kell írtanunk. Nem tudjuk, hogy mit, de mindegy. A Windex mindenre jó. Köszönjük, Windex. Sütőbe senki, senki, semmi, értitek? Jó, akkor nézzük tovább. Itt se, szekrény, nukú, nyente, nyista, fak. Valaki még ott küzd, csak nem tudom, hogy melyik oldalom. Itt vagy ott. Itt nem látom, akkor ott lesz. Nem, itt sincs semmi. Valami van ott, de mi? Nővérke drága, próbáljuk meg azt, hogy én nekifutásból lecsapom hátulról. Mit szóltok hozzá? Futás, 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 és...
kurva anyád! Nem. Bassza már meg, hova hátráljak már? Kurva anyádat! Baszódjál meg, te rohadék! Ennyire jövök ki, is világíthatom magamat. Bassza meg, hányan vagytok? Nem, leszállsz rólam, szevasz, fekszel. Fekszel, mondom. Na végre. Másikat. Na azért, oké, jó. Szóval ketten vannak, persze. Ez a szar része neki egyébként, amikor fingom nincsen, hogy ki van és hol van és miért csinálja is. Mennyi élettöltő maradt egyáltalán? Ez azért nagyon szar. Egy szirincsem, 3 élettöltöm, 8-al kezdtem ezt a rohadt részt, meg szedtem még összemenet közben. A kurva anyjukat, komolyan mondom. Nagyon-nagyon-nagyon tetvedékek. Na mindegy. Nem baj, többet kell kitérnem. Annyira folyamatosan ki vagyok számolva, gyerekek, de folyamatosan ki vagyok számolva, vagy az valami félelmetes. És most hol vagyok? Ja, kijöttem a túloldalon. Storage-ben nem is voltam, vagy voltam? Nem tudom, hogy ezek most összefüggenek, vagy nem függenek össze? Nem. Storage-ben nem voltam. Kafetériában igen. Ide nem is fogok jönni, szóval mindegy. Tozi! Lőszer. Más az úgy látom nincs. Itt mi van? Semmi az égvilágon. Jó, akkor most ki kell találnunk, hogy mink van, meg mit tudunk csinálni. Az... Azt mondja, hogy food aids mental health. Tehát, hogy az étel segíti a mentális egészséget. Azt mondja, hogy igen. A magas rostartalmú zöldségek és gyümölcsök, teljes kiürlésű ételek, és az egészséges zsírok beleértve az omega 3-et is. Nem. Igen, tehát a feldolgozott nasikra, a finomított gabonákra és a vörös húsra. Mi vagyunk a vörös húsra? A vörös hús az finom, jó? A vörös hús is nice. Szóval azt mondja, hogy restroom, ott sem voltam még. Ez az. Mondjuk nem tudom, hogy minek örülök igazából, tehát most van 108 darab ilyen handgun ammo-m. Elviekben én most itt föl tudok menni a második emeletre, ugye? Nem, mert rossz felé nézem, oké? Okay? Akkor másik irányba, tehát akkor második emeletre föl tudok menni. Ha második emeletre följöttem, akkor én be fogok tudni menni a Nurse Stationbe. Ha igaz. És igaz. Tehát, hogyha bejöttem ide, akkor Mária azt ott áll a túloldalon van, meg én rossz fele megyek, na mindegy. Szóval a nurse... Szevasz! Ja, csak ott fekszik, jó van. A nurse station az elvileg itt van balra. És ha igaz, akkor nekem megvan a kódom, mert ugye megnéztem. Tehát ugye átlósan ment lefelé, tehát akkor 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8, kiváló, oké. Okay. Mit fogok itt találni? Lőszert, az biztosan. Valamint. Valami ott odament sertepertél, az biztos. Jaj, bogárkák, kiváló! De tök jó! Lámpára elhúznak, nagyon király! Azt a rohadt élet! Lehet, amíg így örömködök, addig valami a nyakamba fog jönni. Ez az! Nem ez az. Egyáltalán nem ez az. Mi van itt? They feed me garbage and rotting meat crawling in maggot stick with cyanide. Szóval szeméttel etetnek és rohadt hússal, ami tele van férgekkel, vastagon, nem tudom micsoda. They make me bite down the juices red and yellow. Szóval lenyeletik velem a vörös és sárga lét. Hit the back of my throat, tehát kaparja a torkom hátulját. I choke and I gag and I vomit till my throat is sore. Szóval fuldoklok és bökékelek és hányok, amíg a torkom már fáj. An aching throbbing tube of flesh. I push it all out, but I can still taste it. Egy fájdalmas, lüktető hús cső
Azt mondja, kinyomom az egészet, de még mindig érzem. Nagyon kedves és aranyos, köszönjük szépen. Na most idebent mi van? Ja, csak ki tudok jönni, oké. Okay. Treatment room. Tehát, ha itt kijöttem, akkor ugye az X-ray, azt kell megnéznem, hogy hol van, az pedig ugye egyen lejjebb van, nem? Hand az ott van. Elvileg a... Ha igaz, nem? Pool pump, harmadik emelet? Nézzük, csak lehet, hogy a harmadik emeleten van egyébként a kombináció, de X-ray viewer, a harmadik emelet, jó, akkor még egyen följebb kell mennem. Tehát akkor itt telibe ki jobbra. Aha. Ja. Merre fele? Hidroterápiás szoba, nem. X-ray viewer, igazából körbe kell mennem telibe, nem baj. Amíg senki nem jön igazából a nyakamba, addig semmi problémám nincsen ezzel. És akkor itt be, aha. Jó. És ha igaz, akkor most pedig az utolsót is föl fogom tudni tenni oda. Inventory és... Ezt még nem engedi. Ja, mert penészes, penészírtó. Francba. Kombinálni kell? Ja, kombinálni kell. Oké. Okay. Na most kiváló. Oké, okay, tökéletes. És akkor most fogjuk tudni fölpakolni a helyére. Jó. Nem. Ez jó helyen van. Ott már van egy négyesem. Ezt kéne valahogy helyére tennem. És... nem tudom, ott van elvileg. Azt kéne? Így. Elvileg így, ha jól látom. Az 4... 37, 10, 30, vagy 70, 37, 4, 37, 12, megvan a kombinációnk, oké, okay. Ami pedig elvileg itt lesz az is, ha igaz, telibe szembe. És be is jelöltem a térképen, kiváló, 4, 37, 12. Ott is van, gyerünk, azt mondja, hogy 4, 37, 12. Kiváló! Tök jó! Na! Ez is megvolt. Ez nagyon-nagyon flutykos. Nagyon undi meg minden az égvilágon. Jézusom, mi lesz itt már megint? Cutscene lesz? Cutscene lesz. Ja, csak ennyi, jól van, oké, azt hittem, hogy valami kicsit komolyabb. Jó. És itt mi van? Semmi az égvilágon. Jó, tehát akkor van már kettő darab ilyen karkötőm. Hol nem voltam még? Arrafele nem tudok átmenni jelenleg. Akkor nézzük egyen lejjebb. Mi az a szoba, ahol még nem jártam egyáltalán? Ott van még egy lent. A Director's Office mellett. Ahol egyáltalán nem voltam. Illetve L1-ben voltam. Ott voltam. Egyetlen szoba van igazából egy rohadt nagy kérdőjellel, ahol még nem jártam egyáltalán, szóval akkor most megint térképet nézek, bocsánat. Láttam egyébként, hogy a végén ki fogja írni, hogy hányszor használtam, én milliószor, jó? Tehát akkor most gyakorlatilag kimegyek balra, el a lépcsőig, és ott. Nem ez a lépcső az, haszom. Hol van a lépcsőm? Ja, errefele, jó, oké. Itt lefele, ülj, mielőtt bármit csinálok, basszus, mentek egyet, mert az előző alkalommal sem sikerült. Was ist der Stein? Hey, are you okay? Persze, hogy jól vagy. Szia. Don't be afraid, I just wanna talk. Köszönjük, Laura. Na, szóval akkor, mint ahogy korábban mondottam, volt mentés. Na, akkor nézzünk, lekérem szépen második emelet, és akkor... Elvileg, ahogy itt kijövök, nem tudom merre kell menni, mert totálisan balfasz vagyok egyébként, meg kéne egyezni egyszer ezeket. Tehát akkor kimegyek ott, aztán jobbra és balra. Mennyivel jobbra, bakke? Oké, a következő folyosó. Melyikben nem voltam? Itt nem voltam, ugye? C1-be? Be tudok menni egyáltalán? Be tudok menni, kiváló. Mi lesz itt? Mit fogok találni? Semmit. És az micsoda? Semmi. Cipők. Nem. Az mi?
Aha! Kiváló. Nézzük csak, azt mondja, patient interview transcript, tehát egy beteg felvétel leírás. A notion the following interview was conducted with valaki in response to incident 71. Tehát, hogy jegyzik, a következő interjút XY-nal készítettük a 71-es számú incidens miatt. I remember lying in water empty and then I felt him stare, he was close, very close. Emlékszem, hogy feküdtem a vízben, üres volt, aztán éreztem őt, éreztem, ahogy néz, közel volt, nagyon közel. I had to get out, had to get away, but he followed, he kept staring, so I made him stop. Ki kellett jutnom, el kellett onnan tűnnöm, de követett, engem bámult, szóval megállítottam. Now I'm empty again, can we go back to the pool? Szóval most ismét üres vagyok, visszatudunk menni a medencéhez? Köszönjük szépen akkor. Ezt ki tudom törni, olyan repetnek tűnik. Nem. Ganzba. Most igazából értékelem, csak nem vagyok beljebb. Szóval most itt mi a franc van? Nem tudni? Nem. Semmi az égvilágon. Jó, oké. Szóval akkor. Nézzük csak, mink van. Van itt egy olyan, hogy maintenance... Aha, szóval ez kell a medencéhez, értem. Tehát akkor a karbantartó, ott is mutatta, hogy a karbantartó kulcs kell nekem a medencéhez, ami pedig az első emeleten van, hogyha itt elmegyek, akkor jobbra, ugye? Ja, leginkább. Ja, csak ott nem tudok átmenni, akkor viszont kénytelen vagyok a másik lépcsőt használni, vagy itt át tudok menni esetleg a túloldalra? Lehet, hogy innen ki fogom tudni nyitni, majd mindjárt kiderül. Engedi, kiváló, oké. Szóval akkor itt van valahol egy lépcsőnk. Staircase. Itt van Mária is? Jól emlékszem? Ja, látogassuk meg, jó? Nézzük meg. Nagy műbetűvel van jelezve. Lehet egyébként, hogy most egy olyan endinget fogok kapni, amit nem szerettem volna, de nem baj. Kíváncsi vagyok igazából a cutscene-ekre, miket beszélgetünk. Na, nézzük akkor. Semmit, csak ilyen segbámulós. Ez van. Nagy fordulás. Oké, és... És akkor... Ez a lépcső? Ez rohadtul nem lépcső. Nem hát, mert kis béna izé vagyok. Jó. Staircase az R fele van. Most hol vagyok? Nem értem. Ja, itt van a staircase. Mekkora egy idióta vagyok, bakker. Tehát mondtam én vagyok a világ legszarabb GPS-e egyébként. Ezt már elmondtam nem egyszer, meg nem kétszer. És akkor, hogyha itt kimegyek, akkor itt pedig elvileg tök egyenesen, aztán majd a folyosón jobbra és pool. Ugye? Jó. Remélem itt most nem lesznek, de azért inkább kikapcsolom, az a biztos. Ott ezt még el tudom olvasni, vagy nem tudom elolvasni, mi van itt? El tudom olvasni. Ja, ezt még mindig el tudom olvasni, jó van. És akkor ott be. És jó, erre fele van a medence. Ott ki tudom nyitni én ott a túloldalon, azt a másik ajtót, vagy nem? Ezt nem is próbáltam szerintem. Ki tudom, kiváló, oké. És akkor a medence az pedig, ha igaz, akkor errefele van. Ja. Nem hoztam a sógatyát. És itt is van, meg is van. Nem a bracelet kell. Maintenance ki, tökéletes. És akkor... Azaz! Le is engedtük a vizet, ha igaz. Készülj a harcra. És vele a kudarcra. Vagy valami. Ezek tudja, hogy fel fognak kelni menet közben, úgyhogy kicsikét megflutykolom őket. Még egy ilyen szem. Ja, ezt össze kell törni, mondom én, hogy a szemet azt össze kell törni. Még egy karkötő, oké. És fölkeltek! Mondtam én, hogy fölkelnek, nem baj, húzzunk innen a vérbe. Remélem, hogy kijebb már nem fognak jönni. Oké, elvileg csendben. És ha igaz, akkor most nekem a Director az Office az meg... Fönn van az emeleten, szóval tök jó. Ja. Ezek a hangok, bakker, tehát brutálisan megcsinálták. Brutálisan megcsinálták. És akkor most a második emeleten pedig... Ja, a Director az Office itt, akkor telibe szembe kell mennem, jó. Igazából az egyetlen dolog, amitől paráznom kellene, aha. Ja.
pontosan ide kellene, oké. Ja, hogy itt nem mindegy, hogy hova teszem? Vagy nem értem. Ja, hogy három van, oké. Most nem tudom, ezzel mozgatni, vagy forgatni kell, vagy... Ja, forgatni kell, oké, csak nem tudom, hogy mit kéne látnom. Nem. Ez nem jó, vagy jó. Szerintem cseréljük ki, aztán próbáljuk meg ezzel is. Nem tudom igazából, hogy mit kéne látnom, tehát fogalmam sincsen, hogy mi az, ami számomra fontos. Hogy valami vonalat kell követni, vagy... Nem tudom. Elvileg ez így követi a vonalát, vagy... Ott elvileg volt valami krikszkassz, jól látom? Nem tudom. Ja, fogalmam sincs, mi az Istent kell csinálni. Ja, így már jobban stimmel, oké, ja látom, itt akkor tényleg a vonalakat kell követni. Csak az meg nem lesz jó, ha igaz. Negyvenöt az az egyetlen szám, ami értelmes, ez meg 92, vagy... Vagy most nem értem. Aha, értem, szóval akkor az olvasható számokat kellett odaírni. Jó. Akkor van egy kulcsom. Jó. Ez milyen kulcs? Director Storage Room, oké, az hol van? Ott van bent. Aha, itt lesz bent. Cutscene. Oké, ez még egy puzzle, és ráadásul úgy látom, hogy hiányzik egy gomb, szóval nem, ez nem a Director's Office. Akkor csak itt, vagy... Jó, ott van még egy ajtó, most nézem, akkor valahol itt, valahol kell lennie még egy ajtócskának. Ott is van, ezt eddig észre se vettem, bakker. És van itt egy... Vagy lehet, hogy észrevettem, csak nem jöttem, mert nem emlékszem már, nem tudom. Na nézzük, mi van itt. Aha, itt is van az a gombocska, jó. És akkor mit találunk még itt? Ott mi van? Ó, baszott! Ja, hogy akkor itt sorba kell rakni a dolgokat, értem. Nem vagyok a jó az ilyenekbe, szóval igazából az oroszlán feje az biztosítja, hogy a végére fog jönni, gondolom én. Nem mert tüzet okát, szóval igazából az ide érkezik, és akkor a fej vége az pedig ide, ha igaz? Elvileg úgy jó, oké. Akkor, ha minden igaz, akkor ez így cseré, és akkor az úgy a szeme? Ha minden jól megy, nem biztos, de a lába az stimmel, oké. Ezt a kettőt kell kicserélni, vagy még egyet? Még legalább egyet, oké, ez így nem stimmel. Fű, banyag, de rossz vagyok az ilyenekbe. Nem. Nem jó. Ez biztos, hogy rossz helyen van. Így se jobb, igazából. Elvileg akkor ez ide jön, és akkor ő pedig oda. Elvileg ki kéne, hogy tudjak rakni belőle egy oroszlánt. Nem jó. Valami még hiányzik határozottan. Farka az jó. De ez most akkor... Ugye az egészet el kell tolnom egyel? Nem jó. Az nem illik bele igazából sehogy az égvilágon, szóval gondolom valahol még valamit kihagytam. Elvileg ott a lába az jó, vagy nem? De ott a lába az jó. Füle az stimmel. 1, 2, 3, 4 darab láb. Nos, csak egy gyors tipp, hogyha én megfogom és ezt így oda teszem, akkor van-e valami értelme neki, tehát a kettő közé teszem. Semmi az égvilágon. Szóval akkor vissza. És hogyha én ezt a tüzet teszem ide mögé, és azt pedig oda. Ennek sincs semmi értelme. Jó, szóval akkor a tűz az biztos, hogy ott jó helyen volt, oké.
meg ez a farok is. Ez nekem nem stimmel se, hogy az égvilágon. És hogyha itt azt az egészet el lehet húzni még oldalra, nézzük akkor, cserélgetjük addig, amíg nem kerül a helyére. Lehet, hogy az a teste közepe valahol. Az! Teste közepe, oké. Hogy most ez micsoda, azt nem tudom, de mindegy. Jó. Biztos így van. Nagyon fura jegyzetek. Ugyanezek a cuccok voltak ott is rajta, de akkor... Ezt elolvastam? Nem olvastam, csak akartam. Az micsoda. Ja, nem! Oké. Ja, ezt hallgattam. Jó, oké. Akkor semmi. Nézzük csak, elvileg... ja, várjál, csak nem. Csibanyek, ez így nem lesz jó. Safe button, az tök jó, csak most akkor... Hát nem vagyok beljebb anyag, tehát most akkor itt mi a kód? Mi volt itt? 92, 45, 71. Elvileg 3. Aha, 92, 45, 71 lesz. Már csak azt kell kitalálnom, hogy mi az Isten nyila az. Ott lesznek a kódok. 92... 92, 45, 71, jó. Gondolom ugyanaz lesz. Nézzük csak. Mik voltak a kódok? Ja, szóval akkor... Háromszög... H. Férfi körpont. Jó, akkor nézzük még egyszer. Jó, tehát akkor elvileg ezt kéne nekem reprodukálni, szóval akkor itt ez, nem, hol vagyunk? Nem jó, tehát akkor, aha, így írom be a kódot, jó, tehát akkor ez a háromszög, aztán a H, aztán ez a felfele férfi állat, aztán ez a pont jön, aztán ez a cucc, és elvileg ez a jobbra. Igen! Ez az! Mit kaptunk? Rooftop! Rooftop ki, kiváló! Na most mielőtt én még a rooftopra mennék, ugye arrafele fogok tudni menni. Ja, mielőtt még tovább mennék, én gyorsan fogom magamat is mentek egyet, mert van egy olyan sejtésem, hogy ez rendkívül izgalmas lesz. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, a következő alkalommal is. Kattintsatok ide, holnapi lapfolyamán találkozunk, jó? Jó. Sziasztok!